Ebben a sorozatban az apostol Saul leveleit fogjuk megnézni, melyeket az efézusiakhoz írt, és ki fogjuk deríteni azt, hogy mi az, amit valójában ennek a gyülekezetnek Saul írt, és hogyan tudjuk ezt felhasználni mi, akik az ő, illetve természetesen Jahusá Hamásiák nyomdokaiban szeretnénk járni. Nézzük tehát Saul efézusiakhoz írt levelének második fejezetét, mely így kezdődik. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. A holtak, ez nekrosz, mely halott, holt vagy élettelent jelent, vagy pedig egy holtteste. Érdekes az a magyarázat, hogy emberé vagy állaté, úgy mint holttest, és az izraelita vagy héber ember annak érintése által kultikusan tisztátalanná lett. Ezért kezelték az északi királyság 10 törzsét, úgy, mint egy más nép, hiszen ők holtak voltak a bűneik miatt. Tőlük elvált Jahua, ugyanúgy, ahogy tisztátalan volt a többi nemzet embere is, hiszen bűnben éltek, nem követték a Torát, ami megmutatja, hogy mi a bűn. Ezek az emberek a vétkeik miatt, ami paraptoma, úgy, mint vétek, bűn, elesés vagy elbukás, illetve törvényszegés vagy a törvény áthágása. A bűn pedig nem más, mint hamartia, úgy, mint tévedés, hiba, bűnvétek, vagy hatá. Akkor mi alapján voltak ezek az emberek bűnösök, illetve vétkesek, ha nem volt törvény? És hogy lehet az, hogy valaki bűnös, és vétkezik, és azután nem csinál semmit, nem változtat semmit, és utána ő már nem bűnös, hanem ugyanúgy él tovább? Ez hogyan lehetséges, és miféle gondolkodásmód ez? De hagyd mutassa meg Ézsaiás, hogy Jesiáhu 59-es fejezetben az első vers így szól, íme nem oly rövid Jahu a keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna. Ez a szabadítás, és ez, amikor meghallgatta a könyörgést, ez Jahusá Hamásiák, az ígéret, ami a kezdetektől fogva létezett. Nézzük, hogy mi volt a probléma. Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Elohimtől, Aon, úgy mint bűn, gonoszság, romlottság, illetve bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Ez pedig Hatá, Aon és Hatá, ugyanúgy, ahogyan Saul írja. Ez volt a probléma. Nézzük még ugyanitt a 4-es verset. Nincsen, aki igazság mellett szólna, és nincsen, aki igazságosan perelne, haszontalanban bíznak, mint a báványokban, a pénzben, a világban, a kereszténységben, és hazugságot beszélnek, gonoszt fogadnak, és vétket szülnek. A vétek pedig aven, ami azt jelenti, hogy baj, csapás vagy szerencsétlenség, üresség vagy semmi, hiába valóság, hazugság, csalás, gonoszság, igazságtalanság, ez mind ez a szó. A haszontalan az tohu, úgy, mint formátlan, vagy alaktalan, vagy megformálatlan, mint a föld a kezdet kezdeté, mikor azt mondta, hogy kietlen és puszta vala, tohu és bohu, kietlen, alaktalan és puszta, ugyanez a szó, haszontalan. A hazugság pedig üresség, értéktelenség, hiába valóság. Mindegyik ugyanazt magyarázza, csak más oldalról közelíti meg. Üres, értéktelen az, amiről beszélnek, hiszen nem az ő szavát mondják. Mindenféle filozófiáról szólva, meg mindenkinek a gondolkodás módjáról, az elképzeléséről, hogy ki mit gondol, meg ki mit érez, csak arról nem, amit ő megmondott. Ez az egyetlen igazság, és ez az egyetlen út, mindig is így volt, és mindig is így lesz. Teljesen mindegy, hogy hány embernek ez nem tetszik. Minden más hiába való, haszontalan, üres, értelmetlen fecsegés. Nézzük, hogyan folytatja. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint? Mikben jártak? A vétkekben és a bűnökben. Egykor ebben jártatok? Régen, valamikor, az egykor egyébként pothe, úgy, mint egykor, valamikor, valaha régebben, azelőtt, egyszer, valamikor, de már elmúlt. Mit mond?
hogy vétek, bűn az, ami halottá tette őket, és ebben jártak egykor, valamikor, mert ez e világ folyása, ahogyan a világ viselkedik. A levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, Satán, az ellenség. A Szent Imre azt írja, hogy azelőtt éltetek, amelyekben azelőtt éltetek, régen, nem most, már nem élhetsz bűnben, hanem régen ebben voltál. A világ szokása szerint, karácsony, vasárnap, mindent lehet enni, minden mindegy. A levegő égben uralkodó fejedelemnek a hatalma alatt. Ez a lélek most a hitetlenség fiaiban dolgozik. A Károli azt írja, hogy a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint. A hatos fejezetben így ír Saul, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk. A küzdelem nem így zajlik a földön, nem egy fizikális síkon zajlik, hanem fejedelemségek ellen, úgy fejedelemség, mint Arché, hatalmasság, mint Exousia, az élet sötétségének világbírói ellen, Kosmokrator, úgy, mint a kozmosznak az ura, és a gonoszság lelkei ellen, Pneumatikos, szellemi lények ellen, spirituális dolgok ellen. És ezek hol vannak? A magasságban vannak. Ep Uranios, égi, mennyei, ugye Uranos maga az ég, vagy Shamayim a héberben. De egyébként maga az epi szó, epi, ep Uranios, azt jelenti, hogy on, en, ön, vagy valami fölött, valami nél, valami ben. Nézzük meg, hogy itt mit ír. A levegőbeli hatalmasság Eros, úgy mint levegő, légkör vagy atmoszféra, benne ebben a régióban élnek ezek a spirituális lények. Ki ez, akiről beszél? Ez a hatalmasság Exousia, amiről beszél a hatos fejezetben, úgy mint hatalom, vagy tekintély. Valami, ami uralkodik. És egy fejedelem, Archon, egy vezér, vagy egy király, vagy egy kormányzó. Ama lélek, vagy pneuma szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Hitetlenség, vagy engedetlenség. Ez a karakter, akiről beszél, megtestesíti mindazt, amit felsorol Efézusiakhoz hatos fejezetben. Mind a négy dolog ebben az egyben koncentrálódik. Levegőbeli, hatalmasság, fejedelem és lélek. Ez uralkodik a világon, hiszen a világ folyása az ő akarata szerint működik. Ő uralkodik az engedetlenség fiaiban. Hogy ki ez, az kiderül például Lukács vagy Lukász 4-es fejezetben, a 6-os versben is. Mondta neki az ördög, diabolos, vádló, rágalmazó, vagy satán, neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. Miről beszél? Az 5-ös versben kiderül. Majd felvívén őt az ördög, vagyis diabolos, vagy satán, egy nagy, magas hegyre, és megmutatá neki a föld minden országait. És erre mondja azt, hogy ez nekem adatot, és annak adom, akinek csak akarom. Mit kell tennie? Ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Máté 4-es fejezetben ugyanezt a történetet írja le, de a lényeg az, hogy ez a levegőbeli hatalmasság fejedelme, ez az a lélek, vagy pneuma, vagy ruach, az a spirituális lény, aki e világnak a folyását irányítja. Ő az, aki uralkodik és munkálkodik, ez a szó egyébként energeo, úgy mint az energia szó. Működik, hat, munkálkodik, tevékenykedik, cselekszik, vagy dolgozik. Ez az emberekben tevékenykedik ez a szellemiség. Ennek vannak fiai, úgy mint Hüjosz, valakinek a fia, a hím nemű utódja vagy leszármazottja. És honnan lehet őket felismerni? Onnan, hogy ők az engedetlenség fiai. Apeitheia, hitetlenség vagy engedetlenség. Az apeitész szóból ered, és a Septuaginta úgy használja, mint lázadó, pártütő vagy ellenszegülő ember. Engedetlen, hitetlen, az, aki makacs, csökönyös, meggyőzhetetlen. Mint mindazok az emberek, akikkel harcolni kell nap után, mert próbálnak mindenkit meggyőzni arról, hogy a Tora az egy problémát jelent az ember életében, nem értvén azt, hogy ők azok az engedetlenség fiai,
akiket Satán irányít, akikben munkálkodik ez a szellemiség, ez az erő, ez a ruach, ami ha Satán. De ha tovább megyünk az elemzésben, akkor láthatjuk, hogy ez egy összetett szó. A G1 az ugye az A fosztóképző, annyit tesz, hogy valami nélküli. Nézzük meg, hogy mi nélküli ez az ember, aki ilyen. Rábeszél, meggyőz, rávesz, vagy megnyer. Ez a pejtó. E nélküli ez az ember. Nem lehet rábeszélni, meggyőzni, rávenni, megnyerni ezt az ember. De egyébként bízik, hallgat rá, vagy engedelmeskedik. Ez az ember nem hallgat, nem engedelmeskedik. Nem lehet meggyőzni, nem hisz. Rendben. Ezek az emberek holtak voltak, vétkekben, bűnökben éltek, az a világ folyása szerint, a világ rendje szerint, Hasatán irányításával, és engedetlenek voltak. Mi az, amire még szükség van ahhoz, hogy megértsék az emberek, hogy arra utal, aki törvénytelenül él? Ki ez a ruák? Hogyan viselkedik ez? Ez kiderül a könyv elején egyébként, bár a sít, 1 Mózes 3-as fejezetben, a kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet Jahua Elohim teremtett vala, és mondta az asszonynak, csak ugyan, azt mondta Elohim, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? A Magyar Izraelita Társaság írásában így szó, valóban azt mondta Elohim, hogy ne egyetek a kertnek egy fájáról sem? Ez az első eset, amikor megjelenik Hasatán. Miért nem vizsgáljuk meg akkor, hogy hogy operál, és akkor könnyebb megérteni, hogy a valóság, a világ folyása hogyan működik. Hogyan működnek azok az emberek, akikben ő munkálkodik, akik az ő fiai? Ezt mondja a kígyó. Bizony nem haltok meg. Azt mondja, bizony nem haltok meg. Akárcsak az emberek ma. Bármit lehet csinálni, teljesen mindegy, minden, hiszen mi már kegyelem alatt vagyunk, és bizony nem haltok meg. Egyébként a szó jártatok, az peripateo, úgy, mint valaki valamilyen életmódot folytat, vagy viselkedik valahogy, vagy él. Azok az emberek a világ életmódját folytatták. De nézzük meg azt, hogy mi is a törvényszegés, amelyről Saul ír. Saul azt a szót használja, hogy paraptoma, mint törvényszegés. Ez a vétek itt. Nézzük meg, mi a törvényszegés. A törvény figyelembe nem vétele, és ezáltal annak megtörése. Nézzük meg, hogy mi a törvény áthágása. A 10 parancsolat, amelyet Mózes vagy Mosé kapott Elohimtől Izrael számára, összefoglalja, mit kíván Elohim az ő népétől. A Torá, azaz a Tanák első 5 könyve. Még a Károly is elismeri ezt, hiszen nem lehet megkerülni, hogy a törvényszegés az a Torának a megszegése. Jehukanon vagy János első levelében ezt leírta a 3-as fejezetben, a 4-es versben. Ezek az emberek halottak voltak, a világ szerint jártak, Satán szerint jártak, és az ő fiai voltak. Ugyanúgy, mint azok az emberek, akik ma a törvénytelen élet mellett harcolnak, akik a Tora ellen harcolnak, ezek mind Satántól valók. Itt írja le maga a Mashiach, mikor azt mondja, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ki ez? Diabolos. Satán, az ördög, az ellenségtől valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, aki emberölő volt a kezdettől fogva. Pedig nem gyilkolt meg semmit. A probléma nem az volt, hogy ő lejött és elkezdte az embereket öldökölni. A probléma az volt, hogy eltérítette őket az úttól. Ugyanúgy, ahogy ezek az emberek ma csinálják azt, és Saul erre figyelmeztet. Saul nem arra figyelmeztet, aki vissza akarja vinni az embereket az egyetlen lehetséges úthoz, amit a Tora jelöl ki, hanem azokra figyelmeztet, akik Hasatántól valók, akik a Tora nélküli törvénytelen életet hirdetik. Azt a kívánságot akarják teljesíteni, ami az övé volt. A kívánság egyébként epithymia, úgy, mint egy vágy, vagy egy kívánság. Az epithymia szóból ered, ami kíván, vágyakozik, ez egy ige, ez egy összetett szó. Az epi, úgy, mint hogy felett, valami nél, babe, valamikor, valamin, amit megnéztünk az Epiuránosznál. És nézzük meg, hogy mi ez a szó. Thymos, harag, dű, indulat, felindulás, szenvedély vagy hév. Ez egyáltalán nem egy pozitív dolog. Ez nem egy pozitív érzelem, ez valami, ami az ellenségtől jön. Ez egy szenvedély, egy harag, egy primitív érzés, amin az embernek uralkodnia kell. Ez az, amit teljesítenek az ő fiaik, mennek a saját fejük után. Emberölő volt a kezdettől fogva, és meg nem állott az igazságban.
Az ő igazsága, az ő szava, Jehukonon 17:17, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. És ez nincsen ő benne meg, ugyanúgy, ahogy a fiaiban nincs meg, akik mind a Tora ellen küzdenek, ezekben nincsen meg az igazság, hiszen Jahu a szava az igazság, ami a Tanák, a Tora, a proféták és az írások. Zsoltárok, példabeszédek, stb. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazugság atya. Ugyanúgy, ahogy az ő fiai. Hármas. Akik között forgulódtunk egykor, újra azt írja, hogy egykor, poté, valamikor, régen, egyszer, ezelőtt, mi is minnyájan a mi testünk kívánságaiban, a kívánság epitomia, ugyanaz a szó, amit használ a másiák, Jehukanon 8-as fejezet 44-es versben. Ugyanaz a szó, hiszen ez a primitív érzés, ami eluralkodik az emberen, kontrollálatlanul és bűnt eredményez. Ez az, ami a test kívánsága. Cselekedvény a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. A gondolatoknak akaratát, a gondolat egyébként dianoia, úgy mint értelem, gondolkozás, gondolkodásmód, vagy szándék, és az ember szíve, értelme, felfogó képessége, gondolkodási képessége, gondolkodás módja, ebből ered ez a szó. Dia és a nous, összetétel a nous pedig a szív, úgy mint lép, héberül. A Septuagint a szívnek vagy szellemnek fordítja ezt a szót. Magyarul az ember szívéből jöttek ezek az érzések. Ez az, ami a test kívánsága volt, és ez volt az ember szívében vagy szellemében. Teljesen átjárta ez a szellemiség, ez a ruach, ami az a világ vezetője, vagyis hasatán. Ezen gondolatoknak az akaratát teljesítették, az akarat egyébként nem akarat, hanem a Septuaginta szerint kedv, vágy vagy kívánság. Egy elhatározás. Ez volt az ember szívében, ez volt az ember testében. És így halálra vagy haragra voltak ítélve, hiszen mindaz, aki a test kívánságai szerint él, az haragra vagy halálra van ítélve. Ezekről az emberekről pedig így írja Hukanon első levelének második fejezetében. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. Mindenki egyetért a könyv elejétől a végéig. Már most láthattuk azt, hogy Jehusah másiák, az apostol Saul és Jehukanon ugyanazt mondják nekünk, vagy a test útját követi valaki, vagy pedig a világ útját követi. És a Tora az, ami elválasztja két csoportot egymástól. A világ elmúlik, és annak kívánsága, epithumia, ugyanaz a szó, amit használ a másiák, ugyanaz a szó, amit használ Saul, de aki Elohim akaratát cselekszi, ez pedig teléma, úgy, mint az ő akarata, az ő kívánsága, az ő vágya, aki ezt cselekszi, az marad meg majd örökké. Nem a világ. A világ mindig szemben áll az atyával. Ha valaki azon kapja magát, hogy ugyanazt csinálja, mint a világ, ugyanazt eszi, ugyanúgy nem törődik semmivel, csak mondogatja a dolgokat, és nem cselekszi az ő akaratát, az a világtól van. Zsoltárok 40-es fejezet 9-es, hogy teljesítsem a te akaratodat, úgy teljesítse, mint hogy teszi, vagy cselekszi azt, munkálkodik, megmunkálja, dolgozik, megcsinálja a te akaratodat, jó akarat, jó indulat, kedv, szívesség, kivitelezés, valami öröm, élvezet, vagy vágya, vagy akarata, vagy szándéka. Ugyanarról beszél Dawid, mint amit írja Hukanon, hogy teljesítsem a te akaratod, ezt kedvelem Elohim, a te törvényed a keblem közepette van. És ez lesz az a magatartás, vagy viselkedés, vagy szokás, ami az embert eljuttatja majd az örökké valósághoz. Miben jártak ezek az emberek? A világ magatartása szerint. Mi ez a járás, életmódot folytat, él, vagy viselkedik valaki? Nézzük a negyedik verset. De Elohim gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szeretetéből, ez eleos, könyörület, irgalom vagy szánalom, mint irgalmasság, a szeretet pedig agape, szeretet, ami Jahua szerint szeretet. Nem az a szeretet, amiről a világ beszél, melyel minket szeretett,
minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, visszautal az első verse, amikor holtak voltak az emberek a vétkek miatt, őt magát beleértve, mindannyiunkat beleértve, megelevenített együtt a másiákkal, kegyelemből tartattatok meg, vagy tartattunk meg. Nézzük, mit ír Saul a rómaiakhoz írt levelében, az ötös fejezetben, hogy miképpen uralkodott a bűn, azaz hamartia, a halálra, úgy a kegyelem uralkodik igazság által az örök életre Adonai Jahusha Hamásiák által. A halál egyébként thanatos, úgy mint fizikai halál vagy szellemi halál. A bűn az, ami a halálra uralkodik, nem pedig a Tora. Nem az instrukciók uralkodnak a halálra, hanem a bűn az, annak a megszegése. Az atya kegyelme volt, az egy ajándék volt az, ami mindannyiunkat vissza tud húzni az életbe és az örökké valóságba, feltéve, hogy nem válunk az engedetlenség fiaivá. Hogyan lehet megkülönböztetni minket a világtól? Ez a kérdés. Nem nézhet ki valaki úgy, mint a világ, beszélhet, ünnepelhet, ehet, ihat, viselkedhet úgy, és azt mondja, hogy ő más. Ezt mondja itt is Saul, hogy kegyelemből tartottatok meg, gyakorlatilag ez egy ajándék volt az atyától. Elohim ajándéka ez. Senki nem tett érte semmit. Egyikünk sem úgy élt, ahogyan kellett volna. Jahua az irgalmasságát mutatta meg. Azt, hogy ő kegyelmes, hogy ő visszafogadja az embert, amennyiben az járja az ő útját. Hogy miért volt erre szükség, azt leírja Saul a rómaiakhoz írt levelében. A hatos fejezet végén, a 23-as versben, mert a bűn, azaz hamartia, a vétek, a tévedés vagy a hiba, a törvény megszegése, zsoldja a halál. A hamartánó szóból ered, bűnt követel vagy vétkezik Elohim ellen, másiak ellen, önmaga ellen, vagy a törvény ellen. Folyamatos igealak esetén valaki, aki bűnben él, az, aki azt mondja, hogy ő megváltozott, és továbbra is a Tora nélkül életet választja, az bűnben él. És ez azonos a Tanákban használt elvét, eltéveszt, elhibáz szó héber megfelelőjével, ami a hatá. A Septuaginta úgy használja, mint téved vagy hibázik. Eltéveszti a célpontot. A bűn zsoldja a halál. Elohim kegyelmi ajándéka pedig, ez az ajándék, ez karizma, ajándék, karizma, jó indulat vagy kegy. Az ő ajándéka pedig az örök élet Adonai Jahusha Hamásiák által. Hatos vers, együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Jahusha Hamásiákban. Még nem vagyunk ott. De Saul úgy ír róla, hiszen azok az emberek, akik valóban hisznek, akik valóban meghozták azt a döntést, végig fogják élni az életüket úgy. Őket nem lehet eltántorítani ettől. Azok az emberek valóban kijöttek a világból, ők valóban elhagyták Babilont, és valóban megváltoztatták az útjukat. Hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, charis, kegyelem, kedvezés vagy kedvesség úgy, mint kegyelme, ez egy jó indulat, ez egy szívesség az ő részéről, megmutatta az ő jó indulatát, ezt a jutalmat, az ő elismerését. Az, hogy feltámasztja az embert a végén, az az ő elismerése, hogy az ember úgy élt. Ugyanakkor előre megadja azt a kegyelmet, hiszen ha nem így tenne, akkor az egész földet el kellett volna, hogy törölje. Megmutatja az ő irgalmát. Azt akarja az embereknek megmutatni, hogy félreismerték, hogy félreértették mindazt, amit ő próbált végrehajtani az úgynevezett Ótestamentumban. Jahua mindig is vissza akarta vezetni az embert saját magához, de ennek megvan a módja. Bűn nem tud megmaradni előtte. És a bűn a törvény megszegése, a törvény pedig a Tora. Jahusha Hamásiák volt ez az áldozat, amin keresztül elhozta ezt a megváltást az emberiségnek. De nem örökké tart ez a kegyelem, nem minden cselekedetre vonatkozik. Ezt hangsúlyozza Saul is, csak valahogy az emberek elsiklanak az ilyen részletek fölött. Azt mondja, hogy melyekben jártatok egykor, azaz valaha, régen, akik között forgolódtunk, egykor, azaz valaha, vagy régen, egyszer, de már nem, hiszen megváltoztunk. Ha megváltoztunk, akkor nem élhetünk ugyanúgy, ahogy eddig.
Mert kegyelemből tartottatok meg a hit által, és ez nem tőletek van, ez Elohim ajándéka. A kegyelem az, ami nem tőletek van, az Elohim ajándéka. Pisztis, a hit az, amit ő elküldött. Ezután az embernek így kell járnia. Nem változtathatja meg az útját, és azt mondja, hogy ő még mindig ezen az úton jár. Habakuk erről írt már a Tanák végén is. Azt mondja, hogy ímé felfúvalkodott, nem igaz ő benne, az ő lelke, ez a lélek, ez pedig nem más, mint nefes. Ez az, ami az ember maga, a lélek, a lélegzet, az ember belseje, ez maga az ember, amit Elohim életre keltett. A felfúvalkodottban nem igaz ez a lélek, jásár, úgy, mint egyenes. Egyenesnek tűnik, vagy egyenesen megy, vagy halad. De az igaz, a cadik, pedig az ő hite által él. Emuná, az ő hite által él. Ez így volt, és ez így van most is. Hagyj mutassak még valamit itt. Az ő hite által él. Ez a szó hit, ez emuná. Általában ezt a kifejezést használja a Tanák arra, hogy hit. De nézzük meg a 33-as Zsoltár. Azt mondja, hogy Jahu a szava az igaz, és minden cselekedete hűséges. Ez a szó szintén emuná, úgy mint hűség, megbízhatóság vagy szilárdság. Ő szereti az igazságot és a törvényt, tzadiká, és szereti a törvényt, az ő saját rendeleteit. Jahu a kegyelmével telve a föld. A kegyelem már ekkor is ugyanúgy létezett, ahogyan az ma is létezik. Az ő kegyelme mindig is ott volt, hiszen ha nem lett volna ott, eltörölte volna az összes népet már nagyon-nagyon régen. 119-es Zsoltárban ezt írja Dávid. Minden parancsolatod, azaz micvá, igaz, az igaz pedig nem más, mint emuná. A hit, a stabilitás, a biztonság, az igazság ugyanaz a kifejezés ebben a versben. Az ő torája az a biztonság, az az állandóság, az az igazság, amelyben mindannyiunknak járnunk kellene. Ezt írja a kegyelemmel kapcsolatban Dávid. A te kegyelmed szerint, ez hasád, hesed, eleve nincs meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait. Azért akarja, hogy megelevenítse, hogy aztán úgy éljen, ahogyan azt Jahua mondja. Azt mondja, Jahua, örökké, vagyis olám, megmarad a te igéd, a mennyben az ő szava, ami örökké megmarad, de bár a mennyben vagy Samaimban örökre fel van írva a mennyben, nem változhat meg. Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, és ez a szó igazságod nem más, mint emuná, vagyis hit. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Tudjuk azt, hogy mindenki bűnt követette, senki nem követte az ő szavát, így ez egy kegyelmi ajándék. Nézzük a tízest, mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén, Jahusa Hamásiákban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített Elohim, hogy azokban járjunk. Azaz vannak jó cselekedetek, mely nem más, mint ergon, úgy, mint egy munka, egy foglalkozás, egy feladat, amit az embernek meg kell csinálnia. Tevékenység. Ez az, amire alkotott minket, hogy így éljünk. Azért, hogy aztán mi azokban járjunk, úgy, mint peripateo, úgy, mint jár valaki, vagy sétál, vagy járkál. Vagy pedig valamilyen életmódot folytat. Így él ez az ember, aki őt követi. Aki azt szerint él, amit ő előre elhatározott. Mi az, amit ő előre elhatározott? Nézzük meg, hogy mi az, amit Dávid ír erről. 119-es Zsoltár, 133-as vers. Vezérelt utamat, irányíts engem kun, úgy, mint valaki, aki megalapoztatik, erősen felállítatik, helyes, helyén való, vezéreld, az én utamat, ami nem más, mint lábnyom, lépés vagy valakinek a lépte. Mit mondott itt Saul? Hogy azokban járjunk. Mi ez a kifejezés? Járkál, sétál, valamilyen életmódot folytat. De egyébként a szó, a peri, illetve a pateo, lép, megy vagy tapos szó összetételből áll. Azt mondja akkor még egyszer Dávid, vagy Dávid, vezéreld utamat, azaz az én lépéseimet, a lábnyomaimat, a te igéd szerint, az ő szava szerint, emrá, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam. Aben, mint becsapás, baj, bűn, szerencsétlenség, romlottság vagy gonoszság. Ne engedd, hogy ez uralkodjon rajtam, mint egykor
azokon, akik a világ folyása szerint éltek, mint egykor mindannyiunkon. De már megváltoztunk. Hogyan változott meg Dávid? Úgy, hogy Jahova vezette az ő igéje szerint, az ő szava szerint, ami az igazság, ami a világosság, ami az ő torája, az ő rendelkezései, egy életmód az emberiség számára. Ezeket jó előre elkészítette, hogy az emberek tudják, hogy hogyan kell járni. 11. Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti is testben pogányok, mikor? Egykor, valamikor, régebben, valaha ezelőtt, de már nem. Testben pogányok, azaz úgy élnek, mint a pogányok ezek az emberek. Kiket ugye a körülmetélkedés körülmetéletlennek nevezett, a Yahudim, akik a Tóra szerint éltek, legalábbis ők azt hitték, akiket megkülönböztettek, hogy ti abban az időben, negyedjére mondja el, hogy abban az időben, valamikor, egykor, karios, alkalmas megfelelő idő, vagy egy kijelölt idő, vagy egy időszak, vagy egy korszak. Ekeinos, az, amaz. Abban a korszakban, mikor úgy éltetek, masiák nélkül valók voltatok, Jeszrael társaságától idegenek, politeia, úgy, mint polgár jog, vagy ez a közösségtől idegenek voltatok, apallo trio, elszakadt, elidegenedett, elhidegült, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, ígéret szövetségeitől távolvalók. Ezek szerint volt egy szövetség, ami diatéké, szövetség, végrendelet, vagy megállapodás, illetve szerződés, ami nem más a héberben, mint brit. Szövetség, mint a brit hadasa, az új vagy a megújult szövetség. De lehet dabar, mint az ő szava, khatab, mint szintén egy szövetség, edut, mint egy rendelkezés, vagy pedig tora, mint egy életforma, melyet folytatni kell az embernek annak érdekében, hogy részese legyen ennek a polgárságnak, illetve ennek a társadalomnak. Reménységetek nem volt, és Elohim nélkül valók voltatok-e világon? Vitatkozni lehet, hogy ez az északi királyság pogány izraelitái, vagy pedig a test szerinti pogányok, de szerintem mind a kettőről beszél. Most pedig, Jahusá Hamásiákban, kik egykor távolvalátok, közelvalókká lettetek Masiák vére által. Általa közel kerültünk, aki azt mondja, hogy ő benne marad, szóval benne kell, hogy legyünk, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Ismét előjön az a szó járnia, és ugyanazt jelenti peripateo, jár, járkál, sétál, vagy valamilyen életmódot folytat. Helyettesítsük be az életmódot folytat. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak olyan életmódot kell folytatnia, amilyet ő folytatott vagy járt. Sőt, szintén egyetért Saullal. Saul azt mondja, hogy előre elkészített Elohim minden jó cselekedetekre az embereket, hogy úgy járjunk, peripateo, ugyanaz a kifejezés, amit az előbb olvastunk Jahukanon levelében. A kezdetektől fogva elkészítette, mikor? Hiszen elmondta, atyám fiai, nem új parancsolatot írok nektek, a parancsolat egyébként entolé, Yahua parancsolata, hanem régi parancsolatot, mely előttetek volt a kezdetektől fogva. A régi parancsolat az ige, Yahua szava, melyet hallottatok a kezdetektől fogva, ige vagy írás. Ugyanezt mondja ezek szerint Yahukanon, mint amit Saul írt az előbb, hogy előre megmondta, hogy mi az, amit az embernek tennie kell, és mi az az út, amin járnia kell. Milyen életmódot kell folytatnia? Olyat, amilyet Jahusa Hamásiák folytatott. Ezért mondja azt, hogy akkor Másiák nélkül voltatok, nem azon az úton jártatok, most pedig Másiák Jahusában, ki az, aki benne van, aki olyan életmódot folytat, mint ő? Nem az, aki azt mondja, vagy azt gondolja, vagy azt hiszi, aki úgy jár, vagyis olyan életmódot folytat, mint ő. Így lettetek közelvalók, vagy így kerültetek közel az ő vére, vagyis az ő áldozata által.
Mindannyian bűnt követtünk el, ezt ír a Saul Rómaiakhoz 3:23, minnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Elohim dicsősége nélkül, megigazulván ingyen az ő kegyelméből Jahusa Hamásiákban való váltság által, kit Elohim eleve elrendelt engesztelő áldozatul, hit által az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Az előbb, az pedig nem más, mint proginomai. Előbb, korábban történt valami. Bármi, ami korábban történt. Nem az összes, hanem az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Következetesen mindenki ugyanazt fújja. Saul, Jehukanon, a Masiák, Habakuk, Dávid. Mert nincsen másik út. Ez a helyzet. A vétek egyébként itt Rómaiakhoz 3-ban ugyanaz, Hamartánó, aki bűnt követ el a Tora ellen, vagy pedig bűnben él. Megigazulván ingyen, ez egy kegyelmi ajándék, ezt mindenki tisztában van ezzel, legalábbis remélem, hogy nem arról van szó, hogy a Tora által az ember igazul vagy üdvözül. Az igazolás vagy az üdvösség az hit által van. A hit azonban cselekedetekben nyilvánul meg, és az ember, aki valóban hisz, akiben valóban Ruach HaKodes munkálkodik, az utána ki fogja kutatni, hogy mi az, ami Elohimnek tetszik, és úgy fog járni azon az úton, és olyan életmódot fog folytatni. Ez pedig mindig ugyanaz marad. Jahua szereti az ő szavát, és az pedig nem más, mint a Tora. Aki az szerint él, abban van meg igazából emuná, vagyis az a hit, ami az igazság, az a szilárdság, ami az atyától jön, és az az, aki szereti, vagyis áháb Jahuát. Mert ő a mi békességünk, ugye ez a szó békesség, ez eiréné, mint béke, vagy békesség, jókívánság, épség, egészség, ki egyé tette mind a két, ugye nemzetség az hozzá van adva, és lerontotta a közbevetett választófalat, ez a választófal, ez mesotaikon, egy választfal. És az ellenségeskedés az ő testében, hogyan? Úgy, hogy a parancsolatoknak, ez nem más, mint entolé, úgy, mint parancs, parancsolat vagy utasítás, tételekben való törvényét eltörölvén. Az eltöröl, az katargeo, megsemmisít, eltöröl vagy megszüntet, hatástalanná, működésképtelenné tesz. Nézzük meg azt, hogy el tudja-e törölni a Torát, ugyanis az a törvény itt, ez nomos, általában a mózesi törvény, vagyis a Tora, de egyébként görögben polgári törvényeket is jelent. Ezt mondja Jahusa Hamásiák Máté 5:17-ben. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére, kataluo, felbont, megszüntet, megsemmisít vagy érvénytelenít. Nem jöttem, hogy eltöröljem, nem azért jöttem, hogy feloldjam, felbontsam, megszüntessem, érvénytelenítsem, leromboljam vagy megdöntsem, hanem hogy betöltsem. Mert bizony mondom nektek, míg ég és a föld elmúlik a törvényből, nomos, ez a mózesi törvény, egyóta egyetlen pontocska el nem múlik. Nem tud elmúlni, elhaladni, elmenni. Figyelmen kívül nem lehet hagyni, elhanyagolni. Egyetlen jótát vagy pontoskás sem, akkor hogy merészeli valaki azt mondani, hogy ez megváltozott? Mikor itt mondja el, amíg ég és föld el nem múlik, az elmúlik, ez parerkhomai, úgy, mint elmegy, vagy elhalad. Szóval, amíg a föld el nem múlik, addig egyetlen pontocska el nem múlik. Ugyanazt a szót használja itt. Amíg a föld és az ég itt van, addig a törvényből minden jóta és minden pontocska itt van. Amíg minden be nem teljesedik. Be kell, hogy teljesedjen, meg kell, hogy szülessen, létrejöjjön, hogy megtörténjen. Az eltöröl egyébként kataluo. Úgy, mint hogy eltörölni, vagy felbontani valamit. Egy összedett szó, mely két szótagból áll, az első az a katá és a lyó. A katá egyébként lefelé, alá, valami ellen, valamire tekintete, vagy át, keresztül. De a második az érdekesebb, a lyó, úgy, mint kiköt, old, elold, ezt nem lehet feloldani addig, nem lehet meglazítani, nem lehet összetörni, vagy lerontani ezt a törvényt. Viszont a 19-esben azt írja,
Ha valaki azért egyet is megront, Lüó, a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket a mennyek országában a legkisebb lészen, valaki pedig cselekszi, és úgy tanít az a mennyek országában nagy lészen. Látjuk tehát, hogy ezt a törvényt lehetetlen felbontani. Mindaddig, amíg ég és föld van, megsemmisíteni, hatályon kívül helyezni, lerombolni, megdönteni, érvényteleníteni. Sőt, aki ezt teszi vele, a legkisebbekkel ezek közül, az nem is lehet majd ott a végén. És ezek a másiák szavai. Míg ég és föld van, addig ez nem fog elmúlni. Ezt jobb, ha mindenki felfogja és megérti és elfogadja. Akkor itt nem beszélhet arról, hogy eltörli, mikor az eltörli szó az katargeo, úgy, mint hogy megsemmisít, eltöröl, megszüntet, hatástalanná vagy működésképtelenné tesz. Vagy érvénytelenít, elmúlik, felszabadul. Ezt mondtam már siák előbb, hogy ez nem lehetséges, amíg ég és föld el nem tűnik. Itt meg azt írja Saul, hogy ez van. Akkor vagy hazudik, vagy nem azt jelenti, amiről beszél. És meg fogom mutatni, hogy nem arról a törvényről beszél. A parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén. Nézzük meg, hogy mi az, amit ír ugyanerről a Szent Imre. Azt mondja, hogy a törvényt ugyanis parancsaival, rendelkezésével érvénytelenítette. Káldi azt írja, hogy a tételes parancsokból álló törvényt megszüntette, hogy mint békeszerző kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Vajon mi ez a tételekben való törvény? A tétel egyébként nem más, mint dogma, határozat, rendelet vagy parancs. A dogma kifejezése dokeo szóból ered, ami azt jelenti, hogy gondol, vél vagy hisz valaki. Jónak tart, vagy pedig elhatároz valamit. Valami, ami jónak látszik. Ezek a parancsolatok, ezeket gondolta valaki, vélte vagy hitte, ezek jónak látszottak. Ezek nem lehetnek Jahó parancsolatai, hiszen azok jók, ez kiderül például Zsoltárok 119-es fejezet, 142-es versből, a te igazságod örökké igazság, a te törvényed igaz, az ő törvénye örökké igazság. Ez nem változhat meg, olám, mindig, mindörökké. A te törvényed igaz, minek változna meg az, ami igaz? A te bizonyságaidnak igazsága, Elohim törvénye, Edut, ez a bizonyság, Elohim törvénye, a 10 parancsolat táblái, igazsága örökké való. Olám, mindörökké. 151-es vers, közel vagy te, Jahua, minden parancsolatod igazság, az igazság pedig emet, úgy, mint megbízhatóság, stabilitás, amelyből az emuná, úgy, mint hit, ered, hit vagy igazság. Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká tetted. Örökké, jasád, megalapozott, vagy kijelölt, örökké, úgy, mint olám, ami nem változhat meg. 160-as, te igédnek summája, vagyis összessége az igazság, de egyébként a kifejezés az rossz, úgy mint fej, úgy mint a karakter, rés, abból eredően rossz, fej, a csúcsa, ennek az egysége, ez a vége ennek az igazság, ami nem más, mint emet, újra, amelyből a hit, vagy emuná kifejezés származik. A te igazságod ítélete mind örökké megmarad. Úgyhogy ez a dokeo, ezt valaki így gondolta, vélte, vagy hitte. Innen ered a dogma szó, valaki így vélte ezt. De nézzük meg, hogy mi a dogma, és ezt megtaláljuk a Nemzetközi Standard Biblia Enciklopédiában. A dogma az a dokeo szóból ered, ami annyit tesz, hogy valami, ami tűnik valaminek. Egy vélemény, különösen egy filozófusnak a véleménye. A dogma az egy filozófia, valakinek a véleménye valamiről. Ez nem Jahó a törvénye, amiről beszél itt Saul, a parancsolatok tételekben való törvénye. Ez egy dogma, ez valaki így gondolt, egy filozófusnak a véleménye. Ez a farizeus törvényeikről beszél, ami elválasztotta őket. Nem a Tora választotta el Izraelt, a Tora egyesíteni őket. Az, hogy a farizeusok nem engedték be ezeket az embereket. Leírta itt az előbb. Azt mondja, hogy távol voltatok, mert körülmetéletlenségnek nevez benneteket a körülmetélkedés. Ez az ellenségeskedés, ami megvolt köztük, ez a farizeusok törvényei miatt van, nem a Tora miatt. Másiák az
A békesség, mely egyesíti az emberiséget, hiszen aki elhiszi, hogy ő ért, és úgy jár, azután szeretni fogja az atyát, és szeretni fogja a fele barátját ugyanúgy. Így lesz ő a mi békességünk, és le fogja rontani az ellenségeskedést. A Tora nem volt ellenségeskedés. A probléma az, aki nem csinálja azt. A Tora tökéletes, örökkévaló, ez Jahua szava, sőt ez Masiák jár a földön. A Tora volt maga, aki itt volt. Hogy törölhette volna el? Ez arról a dogmáról beszél, amit a farizeusok felépítettek, hogy ők nem fogadtak el senki más, csak az ő saját törvényeiket betartó embereket. Így kirekesztették a többieket, sőt, kirekesztették magukat is. Mit mond a Másiák erről? Máté, Matilja 23, 15. Jaj, nektek képmutató írástudók, Grammateus, úgy, mint a törvény magyarázója, vagy a törvény ismerője, írnok, felügyelő vagy előjáró. Magyarázza a törvényt, aki hozzáadja a saját dogmáját, és farizeusok, farajszaisz. Maga a szó annyit tesz, mint hogy elkülönülő. Jahusa korabeli zsidó vallási irányzat tagja, mely irányzat a Tórát és a hagyományokat rendkívül nagyra tartotta. Elkülönül. Ez volt az ellenségeskedés, amelyről ír Saul, és amit eltörölt Jahusa Hamásiák. Mert ezek megkerülték a tengert, a földet, hogy egy pogányt Jahudimmá tegyenek. Ez a pogány, ez proselytos, egy idegen vagy jövevény, aki a jahudim vagy zsidó vallásra áttér, egy személy, egy prozelita. Egy olyan ember, akit átkonvertáltak, vagy átállítatok, áttérítettek el az ő vallásukra, a farizeus vallásra. Amiben benne van a Tora természetesen, csak sajnos az ő hagyományaik is. És ha azzá lett, akkor a Gehenna fiává teszitek őt kétszerte inkább magatoknál, hiszen hozzáadják a saját filozófiáikat. Ez volt a probléma, amit el akart törölni, ez volt az ellenségeskedés, amit meg kellett, hogy szüntessen. Hiszen a két királyság az észak és dél között fennáll ugyanúgy, ahogy a többi néppel szemben. Ezek elkülönültek, ezt jelenti a nevük, hogy farizeus, elkülönülő. Ez volt a probléma. De nézzük meg, az első pontban ezt írja, úgy, mint egy törvény vagy egy rendelkezés, a görög filozófia hanyatló periódusában, a véleménye annak az embernek, aki egy filozófiai iskolát vezetett, ez a vélemény hivatalos igazsággá vált. Amiről itt Saul ír, az a farizeusok véleménye, ami helyettesítette a Torát, elválasztván az embereket az igazságtól és egymástól. De egyébként egy uralkodónak a véleménye, amely törvényként hat, illetve alkalmazott az ő alattvalóin. Egy rendelet vagy rendelkezése egy civil hatóságnak. Egyébként ötször szerepel ez a szó a Brit Hadasában, meg fogjuk nézni ezeket később, és angolul sohasem jelenik meg úgy, mint dogma. Első számú jelentése római törvény, vagy pedig Cézárnak a rendeletei, illetve az egész római törvény. Ezt a részt kihagyjuk, amikor ők tévesen arról beszélnek, hogy a dogma az volt a Tora, illetve amit ők morális törvényeknek hívnak, és ezeknek az eltörlése volt az a békesség, hiszen ez egyértelműen nem igaz, ez nem lehet, ezt mi láttuk. Azonban ugyanúgy, ahogy az összes keresztény, ezek a filozófusok is ezt vallják, hiszen így egyszerűbb az élet, azt csinálnak, amit akarnak. Később a dogma egyébként megjelenik úgy is, mint amit apostolok cselekedeteiben olvastunk, a jeruzsálemi gyűlés határozatai, de egy másik jelentése a dogmának úgy, mint egy kialakult tanítás. Arról beszél, hogy a tanítás, illetve a dogma az ebben az időben, amikor Saul írt, egyet jelentett a görögben, és mindkettő eredete egy nagy tanító volt, mindkettő kinyilatkoztatáson alapult, és azután később elfogadottá vált. Mindkét szó, úgy, mint tanítás és a dogma, alkalmazható úgy, mint egy filozófus tanítása, vagy egy eretnek tanítása. A dogma és a tanítás az egyik oldalon a katolikus egyházát, ugye az egyetemes egyház, a másik oldalon pedig az eretnekek tanításai, úgy, mint dogmák. Ez az, amiről beszél Saul. Az filozófusok, amiket ők hozzáadtak, illetve azok, amik ellenünk szóltak. Ha nem is fogadjuk el azt, hogy a dogma az ezt jelenti, egy filozófiai tanítás,
Semmiképpen sem lehetett a Tora. A Tora egy örökkévaló rendelkezése a Teremtőnek, ami meghatározza, hogy mi elfogadható számára, és mi nem, ami megmutatja, hogy mi a bűn, és mi a helyes út. Megszüntette ezt az ellenségeskedést, és így ama kettőt egy új emberré teremtette ő magában, békességet szerezvén közöttük, hogy megbékéltesse Elohimmel mind a kettőt egy testben a karó vagy a keresztfa által, megölvén ezen ellenségeskedést. Hiszen ez Stauros, úgy mint egy cölöp, vagy pedig egy pózna. De visszatérve a békéltetéshez, lehetetlen másképp visszamenni Elohimhez. Az egyetlen mód az, hogyha az ember az ő parancsolataiban jár, az ő torájában jár. Ez a könyv az elejétől a végéig erről az egy dologról szól, semmi másról. Ezékiel 33-as fejezetben a 10-es vers így szól. Te pedig embernek fia, mondjad Jeszrael házának. Ezt mondjátok, ugye Izrael, bizony, ami bűneink és vétkeink rajtunk vannak, és bennük mi megrothadunk, mi módul éljünk azért. Mit tehetünk, hogyha bűnben élünk? Erről volt szó, erről ír Saul az efézusiakhoz, a rómaiakhoz, a galatákhoz, erről beszélt a másiák, erről ír Dávid, mindenki erről beszél. Mondjad nekik, azaz ez a válaszom. Élek én, ezt mondja Jahua, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, hiszen miért halnátok meg, ó Jeszrael háza? Így köt békét Elohimmel, térj vissza az ő törvényéhez, az ő ösvényére, hagyd el a saját utadat, ne járkálj azon, hanem járj az ő útján, és akkor leszel majd az ő gyermeke. És megbékélteti a másiák egymással a két embert, és Elohimmel is, hiszen eltörli azt a törvényt, ami az áldozat, ami a bűn törvénye, és az ember utána egy más úton jár, ahol nem bűnös, és aztán visszamehet Elohim elé. Hiszen Jahusa HaMásiák megmutatta az utat, és megfizette az előbb elkövetett bűnökért az áldozatot. És eljövén békességet hirdetett nektek, a távolvalóknak, és a közelvalóknak. Magyarul egy út vezet hozzá, attól függetlenül, hogy valaki körülmetélt, vagy körülmetéletlen, azaz fizikális, vagy nem fizikális Izrael. Nincs olyan, hogy ez a zsidóké volt, ez meg a már a miénk, meg ez így, meg úgy, meg amúgy. Egy út van a távolvalóknak és a közelvalóknak. Mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek a lélekben, azaz a ruákban, az atyához. Pneuma, úgy mint szellem vagy ruach. Egyetértvén Ezékiellel, vagy Hezekiellel, Kefa, vagy Péter ezt írja, nem késik el az ígérettel Jahua, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszantűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ugyanúgy, ahogy Ezékiel, ugyanezt mondja most itt Kefa az ő levelében, hogy mindenki megtérésre jusson. Ez az, amit Jahua akar. Az ő ígérete pedig Jahusa HaMásiák képében eljött. Arra vonatkozóan pedig, hogy ez a zsidók törvénye, nekünk meg más törvényünk van. Azt írja Saul 1. Korintusi 8. Mindazáltal nekünk egy Elohimünk van az Atya, akitől a mindenség. Mi is ő benne, és egy Adonai, Jahusa HaMásiák, aki által a mindenség, és mi is ő általa. Azt írja Saul, hogy már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei Elohimnek, kik felépítettettek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jahusa HaMásiák, akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik Kadesh vagy Szent templommá Jahuában, akiben ti is együtt építettek Elohim hajlékává a lélek vagy a ruák által. Ezt mondja Higalú vagy Chazon jelenések könyve a 3. fejezetben 12-es vers, aki győz,
Oszloppá teszem azt az én Elohimemnek templomában és több éonét, ki nem jő, és felírom őrá az én Elohimemnek nevét, és az én Elohimem városának nevét, az új Jerusalemét, amely az égből vagy Samaimból száll alá az én Elohimemtől, és az én új nevemet. Valaki azt hiszi, hogy disznóevéssel, meg mindenféle ünnepekkel, meg össze-vissza a Tóra ellen való beszéddel, meg élettel oda fog kerülni egy oszloppá a templomban, úgyhogy fogalma nincs róla, hogy mi a rend, az szerintem nagyon-nagyon rossz úton jár. És ezzel Jehukanon is egyetért, hiszen leírja Mashiach szavát, szóval Jehusha Mashiach elmondja, hogy nem lehet más úton, másfajta életstílussal, más törvények szerint élni, és ugyanakkor azt mondani, hogy valaki az övé. Ez Jehukanon 15-ös fejezetnek az első verse, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. A kettő egyet fúj! Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, ki az, aki benne van, az, aki úgy jár, ahogy ő járt, egy Jehukanon vagy János második fejezet. Nem terem azt lemetsz, mindazt pedig, mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen, ez a gyümölcs pedig Máté 3.8, illetve Lukács 3.8. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban, Ábrahám a mi atyánk, azaz csináld, ne mondogasd. Mert Elohim kövekből is támaszott fiakat Ábrahámnak. A lényeg az, hogy ki az, aki úgy él, aki úgy gondolja, aki úgy hisz, és aki szereti őt annyira, hogy megváltoztatja az útját, és nem csak mondogatja. Ti már tiszták vagytok, ama beszéd által, melyet szóltam nektek, még hogy lehet egyértelműen ezt az egészet kifejezni? Ez egyszerűen érthetetlen. Maradjatok én bennem, aki ő benne van, az úgy jár, ahogy ő járt, 1 János második fejezet. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt, megnéztük az előbb. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek, miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert én nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Azt mondja Saul még egyszer, azért ti már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei Elohimnek. Elohim szolgája vagy. Kik fölépítettetek az apostoloknak és a profétáknak alapkövén. Az apostolok és a proféták alapkövén. Mi volt az az alapkő, az a tanák, amiben le van fektetve, hogy mi az, amit tennünk kell. Lévén a szegletkő maga, Jehusha Hamásiák, az atya szava. A Tora, a Tanákban foglalt írások, a Zsoltárok, a példabeszédek és a proféták. Erről beszél itt Saul. Erre építettetek föl ti. Ha nem úgy jártok, akkor nem arra vagytok felépítve, akiben az egész épület szép, renden rakattatván növekedik Kodes templommá Jahuában. Szép rendel, úgy, mint a szőlőtő, aki azon marad, az terem gyümölcsöt, úgy a ház, aki úgy él, az lesz majd egy oszlop abban a házban. Nem aki össze-vissza csinál mindent, hanem aki úgy csinálja, hogy ő mondta. Az lesz majd Kodes. Mi az, ami szent, aki el van különülve a világtól? De itt van Hagios, szent, megszentett Elohimnek oda szentet, elválasztott, tökéletes vagy hibátlan. Akiben ti is együtt építettek Elohim hajlékává a ruák által. Péter vagy Kefa így ír az első levelében a második fejezetben. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, egy hodes papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, melyek kedvesek Elohimnek, Jehusha Hamásiák által. Íme, szegelet követ teszek Sionban, mely kiválasztott becses, és aki hisz abban meg nem szégyenül. Honnan szedi ezt Péter? Azért van meg az írásban. Ez le volt írva, ez mindig is tudva levő volt, hogy Jehusha Hamásiáknak el kell jönnie. Többek között Zsoltárok 118.22. A kő, melyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Jahuától lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt. Úgy leszel az az oszlop abba a templomba is, Elohimnek a lakhelye, a Ruach HaKodesh által, hogyha úgy élsz, nincsen másik út, soha nem is volt, és soha nem is lesz. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja, és shalom!
Thank you.